Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jön a Rising Storm című játékból egy videó. Ez egy ugye multiplayeres FPS játék. Igazándiból én az ilyen multiplayeres játékokban nem szoktam olyan rossz lenni, de ebben egyszerűen annyira rosszul játszok, hogy eszméletlen! Durván 20 percet játszottam a játékkal, a 20 perc alatt egy embert sem sikerült megölnöm, de körülbelül egy olyan 25-30-szor 100%, hogy meghaltam. Na majd most megpróbálok embereket ölni, de ehhez igazándiból nem látok olyan hú de sok esélyt. Itt előre is futunk a füstbe, nem tudom, hogy mi ez a füst itt egészen pontosan, csak egy random szervet választottam ki is, és már le is lőttek. És ha jól láttam, egy Brennel lőttek le? Te jó ég, egy Brennel lőttek le szerintem. Oh, ez egy garant, nem? Aha, ez egy M1 garant. Tiszta kot kettő az egész, nagyon király. Lehet, hogy kicsibe óvatosabban kéne, Krisztiánka, előre futkározott, nem úgy, hogy egyből előre futsz. Dobjunk oda a füstbe egy gránátot, hát ha valakit meg fogunk vele tudni ölni. De nem hinném, jajjaj. Jajjaj, megint lejjebb ment egy picivel az életem. Oda a házba megpróbálunk behatolni, és ott majd lebukunk. És onnan fogunk kempeni, jajjaj, rám dobtak egy gránátot. Hát ez nem igaz. Lehet, hogy team kill volt? Lehet, hogy team kill volt, mint hogyha a jobb felső sarokban azt láttam volna, hogy egyik csapattársam ölt meg. De ebben nem vagyok olyan biztos. 10 másodpercet kell várnunk, hogy újra le tudjunk éledni. Hát addig legalább megnézzük, hogy ki a legjobb. És megnézzük, hogy ő mit csinál egészen pontosan. Hát, ha tudunk valamit tanulni tőle. Na szóval már itt is volnénk. Az értelme szó volt, Krisztiánka. Jól van, nagyon ügyesen, óvatosan. Ott a házban nincsen senki, hogyha jól látom. Ajaj. Ott van valaki, lövöm, na, hát ez esélytelen, Krisztiánka, és dobálják ide a gránátokat. Ez nem túl jó, próbáljuk meg befutni abba a kis bódéba, légy szíves, ne lőjön le senki egy sniperesse, léci, és megvagyunk. Remélem, hogy ennél azért jobb teljesítményt fogok nyújtani majd a BF4-ben, ami ugye holnap fog érkezni. Hál' Istennek. Na jó, itt megvagyunk, itt fogunk most picit kempelni. Ha tudnék beszélni, aha, ezzel tudunk zoomolni, vagyis hát ezzel is. Aha, nagyon jó. Ott van valaki. Á, nem tudom azt elölni, 100%-ig biztos vagyok benne. Na, ott van a. Nem. Ja, hogy itt át lehet lőni a falon? Léci, ne, át tudunk a másik felére, nem! Á! Hihetetlen. Mintha megint meghalnék. Aha, összeesett a karakterünk, és vége is. Nézzük meg másik fegyvert, hát ha van valamilyen másik fegyver. Hú, ez valami lángszórónak néz ki, de az nekünk nem kell. És itt egy bár. Na majd a bárra aprítani fogunk, vagy legalábbis bízok benne. 21 másodpercet kell várnom, hogy újra éledjek? Hát normális ez? Hát ez nagyon sok. Tessék, így tanulja meg az ember játszani, hogyha egyszer meghal, és utána várhat 25 másodpercet. Hát ez nagyon jó. Nem baj, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, egy, és már élethetünk is újra. Igazán most játszok ezt a videót, már másodszor próbálom felvenni, egyszer már felvettem. Körülbelül 10 percet sikerült belőle felvennem, és egy olyan 0-15-be mentem. Hát mondom, azt nem töltöm fel, hanem inkább újra veszük. De ahogy látható, most se állok valami hú de jól. Egy embert se öltem meg, és van mínusz 2 pontom. Aha, nagyon jó. Itt el tudunk vajon menni? Aha, itt el tudunk menni. Megpróbálunk itt, hát ha el tudunk futni itt oldalt. Remélem nincs aláaknázva a pálya, és nem fogunk felrobbanni. Ezek itt gondolom velem vannak. Hát szép is lenne, hogyha ellenem lennének. Aha. Halott srác? Át tudok odafutni, itt eléggé biztonságban vagyunk, én úgy érzem. Befutunk ide, és... Áj, de kár, hogy nincsen semmi létra. Ú, de jó lett volna. Ti láttok valakit? Ott van a! Ne! Nem hiszem el! Hát ezzel esélytelen volt odáig elölni. Lehet, hogy inkább vissza kéne váltanunk az M1 garandunkra. Van még itt más fegyverem is? Aha, van itt még más fegyverem is. Egy Springfield, akkor inkább azzal fogunk menni. Ready, és újabb 10 másodpercet kell válnom arra, hogy meghalhassak ismételten. Három, kettő, egy, és mehetünk ismételten előre. Ajaj. Na majd ezzel majd talán jobb leszek. Azt hittem, az ott egy ember. Nem is tudom, hogy hova bújjak le, mert fogalmam sincs, hogy... Ja, van egy térképünk, azt meg tudom nézni. Várjunk, ott vagyunk, és akkor lehet, hogy oda kéne majd bemenni? Nem, az már szerintem megvan. Aha, akkor velünk szembe, jaja. Miért megy le az életem? Valaki tökönlőtt. A bal alsó sarokba azt jelezte, hogy valaki engem tökönlőtt. Nem igaz?
Most ez komolyan micsoda? Hát ez így nem jó. És miért így tudom nézni az embereimet? Na majd így is jó. Ezt a képet fogjuk 10 másodpercig még nézni. Egyszerűen ez a gameplay fantasztikus! Ennyire játékban még nem voltam béna, hogy ne tudjak egy embert megölni legalább. Legalább egyet! Hát de nem! Egyet se tudok. Na és akkor itt is vagyunk. Pedig ez a pálya még jól is néz ki, mert az eddigi pályákon, amin voltam, az tiszta ilyen romos volt. Jó, oké, ez a ház se néz ki olyan jól, de szinte fekete-fehér volt az összes pálya, meg ilyen havas pályák voltak. Lehet, hogy ugyanazt kéne csinálnom, mint Kodinak? Hogy én is lefeküdnék ide? Merre menjünk előre? Ajaj, ajaj, aha, aha, aha. Honnan lőtek? Az egész testemet szétlőtik. De legalább még élek, de legalább még élek! Aha. Most híleljük magunkat? Elméletileg most híleljük magunkat, de nem vagyok benne biztos. Hát szerintem ez az volt, aha. Na és itt akkor most okosba, nagyon okosba Krisztiánka kempelve. Aha, azok ott velem vannak, akkor lehet, hogy a másik ablakon kéne inkább kinéznem. Biztos, ami biztos. Kidőlni nem tudok. Aha. Ezek is velem vannak. Az ott hulla? Aha, az ott egy mozgó hulla, jó van. Ez itt mind velem van. Ja, hogy még annyira messze vagyunk, hogy... Aha, még mehetek előre. Oké, akkor bemegyünk a következő házhoz. Ott van egy gyerek. És nem adta be! És nem adta be! Pedig nagyon közel jártunk végre! Végre nagyon közel jártunk! Aha, ezzel valamit tudok csinálni. Jajaj, jajaj. Ugorj, ugorj életem! Aha, benyomtam az írást. Oké. Na látjátok, ennyire kezdő vagyok a játékban. Ajaj, ott van a feje, ott van a feje! Nem, nincs meg és lelőtt! Takumi lelőtt! Nem igaz. Egyre közelebb vagyunk az első killünkhöz, de sajnos 7 perc alatt még nem jött össze. Most viszont egyből le tudtunk éledni, na ez már egy pozitív... Pozitív lett volna, hogyha nem lőttek volna le 100 méterről. Aha, oké. Ajaj. De legalább nem jelzi ki, hogy hányszor haltunk meg. Jó nagy pingek vannak a szerven, azt kell, hogy mondjam. 7 perc, 25 másodperc plusz az intro, tehát 7 perc, 35 másodperc alatt egyetlen egy embert nem tudtam megölni. Hihetetlen. Hát nem hiszem el. Hát egyszer nem tudom elhinni. Amúgy lehet a játékban tankkal is menni. De nem megyünk tankkal. Oda fel fogunk kempelni. Oda megyünk fel abba a toronyba. Kár, hogy nincsen sniperem. Aha, ide nem mész fel, Krisztiánka. Nem, ebbe a toronyba te nem mész fel. Ó, oh, egy úthenger, vagy mi ez? Ez egy úthenger. Figyeld. És ide bombáznak. Na. Ott van. Ott volt valaki. Na, lőjünk bele. Hát, ha valaki belegyalogol. Oké, időközben leállt az action. Elnézést érte. Nem baj, már megyünk is tovább előre. Az is velem van, jaja. Egy killnek akkor is kell lenni, hát nem hiszem el! Ide bemegyünk. Hú, ez itt nagyon jó lesz. Hú, de jó lesz. Ott a gyerek. Na, nem! Nincs meg! Oda menj be. Ott van men, láttátok? Aha. Még nincs meg az első kill, még mindig nincs meg az első kill. Pedig ott vannak, látom őket. És szerintem ők is látnak engem. Igen, ők is láttak engem sajnos. Jó lenne ezekkel a hölcsök csapásokban valamilyen gépfegyverre végigmenni, és talán... Á, nincs gépfegyver, és nem tudok másra váltani. Az úgy viszont nem túl jó. Azt az előző pályát ott hagytuk, és átugrottunk egy másik pályára. Hát, ha itt nagyobb szerencsém lesz, és ahogy látom, talán nagyobb szerencsém van, és megvan! És megvan az első kill! Hát ezt nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el! Az ott ellenem van? Nem, az ott velem van, jó van! Megvan az első kill, hogyha jól látom! Az ott kiírta, hogy az enyém volt! Igen! Egy killünk már van! Egy killünk már van! Úristenem, mi ez a gyárépület itt? Jaj, inkább menjünk vissza a házba! Az ott szerintem velem van? Nem tudom, ha eldönteni, hogy velem van-e. Velem volt? Team kill. Bocs, nem tudtam. Ahogy látom, ezen a szerveren eléggé sok a bot. Köztük én is. Nem számít. Aha, arra mennek le a csapattársaim, akkor megyek én is. Van egy pisztolyom? Elméletileg kell lenni itt egy pisztolyomnak, igen, itt is van. Na és akkor most megyünk le szépen velük, hátha. Hát, lefelé vagy felfelé kéne? Ajaj.
Ajaj. Lefelé megyünk. Aha, itt jövök utánad. Várjál, majd jövök! Aha. Jó, felé jövünk. Itt van-e? Megvan! Megvan! Itt van, és ez már hivatalos is! Ott jelzi a staton! Ott jelzi a statisztikánál! Megvan az emberünk! Hát ezt nem hiszem-e! Csak megértük, hogy pisztolyjal lelőttem egyet! Hihetetlen! Közben figyeljék, Krisztiánka, nehogy valaki itt legyen mögötted, eléggé veszélyes helyen vagy, ha jól látom! Jaj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 
mindegy, akkor ugorjunk át egy harmadik pályára is. Tadam, és már itt is vagyunk a következő pályával. Ahogy látom, partra szálltunk, és akkor egy sniperre meg is indulhatunk szépen előre. Itt fel a domboldalon, hátha majd a sniperre, te jó ég, mekkora füst. Hát nem valószínű, hogy ezen a füstön át fogok látni. És miért bombáznak? Miért bombáznak? Ez így nem lesz jó. Szerintem ezen a pályán se fogunk embert ölni. Vagy talán. Ott van a... Várjál. Jók leszünk. Ott van a... És nincs meg! Ott volt valaki! Azt most nem tudom eldönteni. Azt szerintem nem ember. Aha, az ott már nem ember. Max egy halott. Hú, de jó a távcső. Megyünk tovább, keresünk valamilyen nagyobb sziklát, ahonnan jobban rálátunk az egész pályára, és talán... Aha, ez itt megfelel. Ott van a... Ajjaj. Nincs meg, majd következő lövése! És az se az enyém! De, az egyik az enyém! Egy megvan! Ott volt egy a repülőroncsnál! Egy ott volt a repülőroncsnál! Láttam, de szerintem ő is látott. Aha. Most nézem közben a jobb oldali felét, hogy látok-e valakit, de nem. Na majd talán innen, ott vannak fenn, ott valaki fenn van. Jaj, de nem jó, és ezzel szerintem meg is haltunk, és megint benyomtam egy I betűt. Nem baj, egy embert megöltünk! Krisztián, ezt bárhogy is nézzük, ez már most jó teljesítmény. Ez remek teljesítmény. Egy embert megint megöltünk. Számoljuk is át. Az első pályán, hogyha jól emlékszem, ott nem öltünk embert, az katasztrófa volt. A második pályán megöltünk egy embert, meg szerintem... Hát kettőt is, mondjuk azt, hogy kettőt, meg egy csapattársunkat. Ezen a pályán is megöltünk egyet. Egyre jobbak vagyunk. Még egy picit, azt a jó büdös életben mekkora pingünk van. 120-as pingünk van. De hogyha jól látom, a többieknek is ekkora pingük van. Nincs meg. Lelőtt a gyerek. De a gyerek ott áll kin. Hát nem hiszem el, hogy senki se lövi telibe. Engem persze egyből előnek. És akkor újabb 17 másodpercig kell most várnunk, hogy újra leéledjünk és újra meghaljunk. Megnézzük addig a térképet. Te jó ég, mekkora térkép. Nagyon nagy térképek vannak. Pályák. Na, egy másodperc. És már jövünk. Bízok benne, hogy az a hülye gyerek megint ott van, és talán most én leszek a gyorsabb. Láttok rá némi esélyt? Én nem. Jaj. Aha. Már lő is. De honnan látsz el idáig? Hát ne haragudjál már. De szerintem én a szikla mögött vagyok. Ha kinézek, meghalok. Jaj. És jön egy repülő. Az most ugye nem fog bombázni. Nem hiszem. Ott van a. Az a fűszál eltakarja, de ott van. De ott van, én láttam. Kristálytisztán láttam, hogy ott van. Ott van a... Na. Nincs meg. Megvan? Nincs meg. Pedig azt hittem, fejbe lőtek. Na mindegy, srácok, ez a játék ennyi lett volna, illetve a videó is. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!